Gondoltam, játszunk egy trükköt. Régen nem jelentkeztem már itt az élő showban, és akkor most mutatnék valami olyat, ami érdekes. Ez tényleg nem biztos, hogy több van, mint az érdekesség, de ezt néha olyan jó nézni. Ugye, amit itt most látsz, ez a kemény tojás honlapon az aktuálisan éppen most, tehát valós időben lévő felhasználók vagy látogatók, hogy hányan vannak, mit néznek, milyen területről, vagy milyen településről. Van itt egy valaki Várnából, Bulgáriából, Aszta. Na, de nem is ezt akartam mutatni, hanem csináltam egy ilyen receptet, hogy penne, azaz olasz tészta, olaszos húsos paradicsomos szósszal, és én szerintem ez finom, és ezt szeretik az emberek. Úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy ezt kiteszem egy Facebook oldalra, és élőben fogjuk megnézni, hogy hogyan reagálnak erre a látogatók, tehát hogyan, hány ember jön. Egyetlen egy trükk van a dologban, amit be kell, hogy valljak, hogy nem a kemény tojásnak a Facebook oldalára teszem ki, mert ott csak ilyen pár száz lájkolóm van, hanem ugye van nekem egy másik, egy már sokkal nagyobb gasztroblogom, ahol 11 ezer lájkolóm van, tehát gyakorlatilag mondjuk, hogyha te indítasz egy honlapot, és még csak mondjuk 500 lájkolód van, akkor nyilván ezt nem tudod elérni, de hogyha neked is van 10 ezer lájkolód, akkor itt a minta, hogy hogyan, milyen gyorsan, hány ember tudsz hozni. Itt a cikk, ezt én, a cikk, ezt én nem is bonyolítanám. Szerintem kiteszem a másik Facebook oldalra is, úgyhogy most kimásolom, és mehet. Ide is gyorsan kitesszük, egy kicsit más szöveggel elírtam, ezt majd kijavítom. Mehet, még ezt gyorsan kijavítom, és akkor utána visszajövünk ide, hogy már van egy valaki. Azt akartam mondani, hogy eddig még biztos nincsen senki, de már van egy valaki, aki Facebookról jött, és ezt a penne, tehát a hosszú nevű receptet nézi. Ezt még gyorsan kijavítom. És akkor átteszem ide, és nézzük. Most már ketten vannak, itt majd valószínűleg nem fogok beszélni alatta, és kicsit fölgyorsítom ezt a videót, mert nyilván ez nem annyira érdekes egy órán keresztül nézni. Gyorsítva viszont biztos érdekesebb lesz, de látod, most már hárman vannak, tehát látszik, sőt, most már négyen vannak, akik a Facebookról jöttek hirtelen, és gyakorlatilag 4 perce megy a videó, most én azt látom a másik képernyőn, tehát szerintem nincsen 2 perce, vagy 3 perce, hogy kitettem ezt a receptet, és ugye már 4 ember érkezett a Facebookról.
Na, hát körülbelül egy óra telt el, egy órája ment ki ez a cikk a Facebookra, és azóta, ugye folyamatosan változott a látogatottság, volt, hogy többen jöttek, volt, hogy kevesebben, nagyon sokan voltak amúgy a honlapon bizonyos esetekben, most azt így ebből nem tudjuk megmondani, hogy a Facebookról vagy nem, csak nagyon gyorsan egy áttekintés arra, hogy mondjuk ma van szerda, nézzünk akkor három hétköznapot, a hétköznapot szerdát, és ugye már az is mond valamit, bár általában azért a receptes oldalaknak hétfőn szokott a legrosszabb lenni a látogatottsága, aztán utána megy föl egész a hétvégéig, de már az is mond valamit, hogy már majdnem annyi a látogató, pedig 3-4 hét van, illetve lesz nem sokára, már majdnem annyi a látogató, mint tegnap, de hogyha ezt órára lebontva megnézem, akkor azért az látszik, hogy itt az 5 órás időszakban, amikor ugye fölkerült ez a cikk, mert a 6 órás időszaknak még nincsen vége, azért lényegesen többen jöttek, mint mondjuk tegnap az 5 órás vagy 6 órás időszakban. Az is igaz, hogy nincs olyan nagyon-nagyon kiugró eredmény ahhoz képest, bár mondjuk, hogyha ezzel összehasonlítom. Tehát mondjuk, hogyha azt vártad, hogy majd 11 ezer lájkoló ide küld 11 ezer embert, akkor az a rossz hírem, hogy nem. Tehát amúgy ez egy nagyon jó bemutatója lehet annak, hogy igazából a Facebook azért nem tud csodákat művelni, illetve tud, de viszonylag ritkán. A másik, amit meg akartam nézni, hogy... Hogyha ezt itt lebontom, akkor mondjuk a Facebookra, hétfőn valami történt a Facebookon, de amúgy tegnap 77-en jöttek, ma pedig 46-an eddig. Tehát gyakorlatilag 46 embert küldött körülbelül a Facebook, ami, hát, hogy úgy mondjam, céloldalt meg tudjuk nézni. És ez nagyon érdekes amúgy, hogy ezt most érdemes volt ide átkattintani, hogy ez a paleo rakott brokkoli indult nagyon be, majd egy másik videóban beszélek erről, hogy ez micsoda, vagy hogy került ide. Ezt küldött. Igaz, hogy az elmúlt 3 napban 180 látogatott, tehát annak azért 3 napja volt, vagy akár még több. És nézzük akkor csak a mai napot. Szerintem még úgy is vezetni fog. Nem. Ma már nem küldött olyan sokat. Nyilván hétfőn akkor az nyomta meg. Hát 31-en jöttek. Ugye ez azért nem egy annyira nagyon látogatott honlap még, illetve összesen egy óra telt el. Tehát azért ez nem jelenti azt, hogyha mondjuk egy hét múlva visszanézünk, akkor ez nem lesz ennél több. Ugye az emberek nem... Bármilyen meglepő, de nem úgy Facebookoznak, hogy mindenki ott ül a Facebook előtt és folyamatosan nézi, illetve Facebook sem úgy hozza föl nekik ezeket a posztokat, tehát lehet, hogy valaki majd ezt holnap reggel fogja látni. De azt hiszem, hogy arra jó volt így érdekességképp megnézni, hogy mi történik egy honlapon, élőben, abszolút élőben, illetve ugye, na most is van valaki külföldről, Belgrádból, illetve megnézni azt, hogy mit lehet elérni, tehát mekkora hatást lehet kifejteni mondjuk egy átlagos Facebook bejegyzéssel, hogyha az ember mondjuk nem talál el valami olyasmit, amit megosztanak 10 000-en, de azért ez elég ritka. Köszönöm, hogy itt voltál, remélem, hogy tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, hogyha így volt, nyugodtan lájkold ezt a videót, és javaslom, hogy iratkozz fel a csatornánkra, a YouTube csatornánkra, mert nagyon sok hasonló videót, és akár sokkal informatívabb, online marketinges, keresőoptimalizálós, honlapkészítős videót teszünk föl, és még egyszer köszönöm, hogy itt voltál!